A 2022-es év többek között az utak korszerűsítéséről fog szólni Tolna városban, ugyanis a település képviselő testülete részt vett az Út a jövőbe című rekonstrukciós programban. Ugyan igyekszünk akár önerőből, akár pályázati forrásból folyamatosan a városban lévő utak és járdák állapotát javítani, de azért tudjuk és éreztük, hogy ebben vannak restanciáink, és sokkal több utat és járdát kéne felújítani, mint amennyire forrást tudtunk szakítani az elmúlt években. Ezért augusztus végén a képviselőtestület döntött arról, hogy elfogad egy úgynevezett Út a jövőbe út és járda rekonstrukciós programot, aminek nyomán megterveztettünk olyan utcáknak, olyan forgalmas utcáknak és nagyon rossz állapotban lévő útburkolattal rendelkező utcáknak a rekonstrukciós tervét elkészítettük, és benyújtottuk a kormányhoz, hogy szeretnénk erre forrást kérni, és december 3-án jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy Tolna város önkormányzata, illetve hát a város nyert 184 millió forintot összesen utak és járdák rekonstrukciójára. Miközben ennek az összegnek a pályáztatását, illetve a kivitelező kiválasztására folyó eljárást megindítottuk, és vélhetően a képviselőtestület csütörtök ülésén döntést fog hozni arról, hogy milyen eredménnyel zárult ez a közbeszerzés. Addig is azt kell tudni erről, hogy itt ezt a bruttó 184 millió forintot utak és járdák megújítására fogjuk költeni. A tervek szerint több útszakasz, illetve járda is megújul majd. Történetesen Tolnán az egészségháztól járdát építünk egészen a kápolnáig. Itt térköves járdáról van szó, illetve Mözsön a Szent István utcába, egészen a Malomtól a Versegi sarokig, tehát egy elég hosszú szakaszon, nagyon rossz állapotban lévő járda van mindkét területen, tehát igen-igen ráfér egy kicsit a felújítás, és nagyon lelkesek az ott élők. Már nagyon régóta vágynak erre, és nyilván nagyon, nagyon örülnek annak, hogy ez meg tud valósulni. És utcákat is igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a legrosszabb burkolattal rendelkező úttestek felújítására gondoltunk. Többek között felújítják a Pajta teret, a Bartók Béla utca egy szakaszát, illetve az Ötvös utcát is. A polgármester szerint az előző évekhez képest ez lényeges haladást jelent. Ez egy nagyon nagy dolog. Hozzáteszem azt is, hogy ebben az évben valósult meg két körben a belügyminisztériumi pályázatból utak rekonstrukciója, tehát a tavalyi forrást is, és az idei forrást is ebben az évben használtuk fel. Tehát mondhatom azt, hogy ez az év, és vélhetően van a jövő év első fele, vagy első negyede, a járda és útépítésről fog szólni a városban.